Ez majd itt egy ilyen vészkijárat lesz, hogy ne az legyen, hogy ebből a fürdőből csak úgy lehet elérni a lépcsőházat, hogyha itt kijössz ide, itt kijössz ide, és akkor itt kijössz ide, és érted? Hanem egy ilyen shortcut. Vagy hogyha nagyon kell fosnod és szaladsz fel a lépcsőn, akkor itt be tudj menni, és ne kelljen itt egy Coopert futnod, és akkor itt áll a tesitanár, és mér is stopper az időt, hogy mikor értél be a klotyóra. Sziasztok, ez itt a Skylab, én Benji vagyok, a mai napon folytatjuk a Penthouse Projectet. Kérdés. Miről fog szólni ez a videó? Mert én nem tudom. Tehát a címben ki van írva, mert már meg van vágva a videó és föl van töltve, de én jelen pillanatban még nem tudom. Tehát ezt általában a videó elején döntöm el, hogy melyik... Hát ugye ilyenkor mindig van egy recap, hogy miből áll ez a ház, és akkor választunk egy helyet, amit folytatni fogunk. Ti már tudjátok, én még nem, úgyhogy kezdjünk bele a válogatásban. Na, induljunk el most fölülről, mert mindig alulról indulunk. Hát a tető az ilyen, ez még lesz mit finomítani, mert szerintem egy kicsit túltoltuk a dolgokat. Viszont van fasz a létránk. Erről a létráról jut eszembe, hogy lehetne egy egész épületen átívelő vészkiárat. Szóval egy olyan vészkiárat, ami gyakorlatilag egy ilyen horizontális létra. Gyakorlatilag, tehát ezzel szerintem mindent leírtam, és legalul lesz ugye valahol egy lift. Ugye ez a legalsó emelet, itt még semmi nincs ezen a fantasztikus bedencén kívül, amin amúgy túl sűrűn raktuk le a lámpákat, azt néztem a vágáskor, úgyhogy le is szedem minden másodikat, így, és... A izét is túl, tehát ebből a leeresztőből is túl sok van, úgyhogy lesz egy leeresztő itt a kilépőnél, meg lesz egy leeresztő itt középütt. Valahogy így. És nyilván ezek maradnak, hát vagy ne. Tudod mit, ezek se maradnak. Ezek se. És az a kettő marad. És az is marad. Hát nagyjából így, de már lehet, hogy ez is sok. Főleg úgy, hogy itt a panoráma kilátást azt... rosszat nyomkodok, szóval a panoráma kilátást azt a visszatükröződő üveg az eléggé bezavarja, szóval ezt leszedjük így. Jó, fasza. És akkor, választunk helyet, ja igen, a tűzlétre, hogy lesz egy darab lift, ami a bejárata lesz az épületnek, és ezt a legalsó emeletre fogjuk elhelyezni ide valahol, csak ennek még nincs helye. Érdemes lenne ide közel a lépcsőhöz, tehát valószínűleg itt lesz. És akkor, most jönnek a gondok, mert hogyha én szeretnék egy ilyen tűzlétrát, ami az egész épületen át ível, és a lépcsőtől független, akkor azt úgy kell megcsinálnom, hogy az összes emeletet átkalibrálom. Én szerintem ezzel jócskán elkéstünk. Hú, de jól néz ki ez a stúdió. Király, na, jó, oké, akkor mindegy, akkor mindegy. Akkor hagyjuk ezt a koncepciót egyelőre, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. No, azon gondolkoztam, hogy még hálószobát egyáltalán nem építettünk, úgyhogy szerintem a mai napon a hálószobával fogjuk kezdeni. Itt középen látható a fürdő, ami azért fasza, mert nincs rajta ablak. És elég ilyen absztrakt alakja van, ezt nem tudom, hogy sikerült így, de mindegy. És itt van egy ilyen légzáras átmenet, meg mit tudom én. Viszont azt nézem, hogy a hálószobának pedig nincs ablaka, ami kifele nyílik, csak ide a teraszra. Ami igazából nem is probléma, egyáltalán probléma, mert legalább nem látnak be. Ugye itt a terasz az alapból árnyékolva vagyon, tehát itt ide elég nehéz lesz belátni, hogyha itt van egy ablak. Akárhogy is nézzük, tehát innen alulról is, tehát most bárhonnan egyébként. Tehát ez egy eléggé safe space. Ilyen ablakbelátás ügyeleg. Jó, akkor csináljuk meg a hálószobát, én szerintem. Ezt a borzalmas, ilyen csicsás, fos izét kiszedjük innen, 15 000 forint. És én szerintem itt ennek a tanácsára fogunk haladni. Tehát nem a comfortből fogjuk kiszedni az ágyak, de a comfortből fogjuk, mert össze-vissza van mindenféle. Jó, akkor a comfortből szedjük ki. És akkor indulunk visszafele, ez például, ja ez ilyen fali ágy, tehát a falból nyílik ki. Keressünk egy normális ágyat, ami nem ilyen fisfos izé, mi ez? Mondjuk ez tök jó. De van itt hely, úgyhogy nem lesz egymásba tolva a két bútor. És igen, ez a legdrágább. Ez tetszik. Kérdésem sincs több, ez az ágy tetszik. Ablakok és egy erkélyajtó. Ez nagyon fontos, mert a szobát ahhoz fogjuk tájolni, hogy vannak az ablakok, meg hogy van az erkélyajtó. És ezt jobb előbb, mint később. Úgyhogy keressünk ablakokat. Az a baj, hogy iszonyat, ez például ez nyitott. Ez nyitott, tehát berepül a szúnyogba az meg. Grandiózus ablakokat képzeltem el egyébként. Hülye vagyok, mert megvannak az ablakjaink, meg az ajtajaink. Ablakok, meg ajtók is megvannak, úgyhogy ezeket fogjuk lehelyezni. Ugye van egy ilyenünk, meg van egy ilyenünk. Abból is szedünk mintát, így. Csak átrakjuk ide. Nem rakjuk át. Ja, és akkor nézzük, hogy itt lesz majd úgy lesz. Oké, egy kis környékelemzés, hogy tudjuk betájolni ezt a szobát. Tehát itt van a fürdő. Itt van egy rövid folyosó, ami az étkezőbe megy bele. Ez itt van egy dupla záras ajtó, ami ilyen shortcut ebbe a hálóba. De hogy a hálónak a maga bejárata az nem itt lesz, hanem nyilván az étkezőből meg itt a nappali konyha egybe
egyvelegből. Tehát a nappali konyha egyvelegből lesz itt egy nagy, egy grand entrance, mégpedig ide. Mégpedig ide, meg ide is szerintem. Tehát itt két ajtó is lesz, nem tudom, ez még nem biztos. És a fürdőhöz pedig lesz itt egy ajtó. Jó, akkor vagy itt. Vagy itt. Hát dilemmák hátán. Így hát hegyén hátán. Semmi probléma, mert most határozottan fogok fellépni, vagy föllépni. Fellépni, nem tudom. Nem tudom mi, de biztosan határozott lesz. Nyasz mondja, hogy nekem már pedig ez a bazi nagy ajtó, ez tetszik. De nem áll, a hálószobán ne legyen ilyen izé. Az a baj, hogy túl nagy a hálószoba és a nappali fala. Tehát túl nagy falon osztozik a hálószoba és a nappali. Meg egyébként is minek ekkora hálószoba? Tehát ezt felejtsük már, de nagyon gyorsan. Ezt felejtsük el nagyon gyorsan? Undig elég ekkora hálószoba, gyereket. Én ahondó vagyok, hogy untig elég egy ekkora állószoba. És akkor az ablakok, azok úgy lesznek, hogy én szerintem azt felejtsük el, hogy ilyen bazi nagy ablakok legyenek, hanem inkább ilyen széles, keskeny ablakok legyenek. Illetve hát új széltében hosszú, de keskenységében rövid. Vagy nem tudom, valahogy így, de értitek? Tehát, hogy horizontálisan legyen... Mit tudom én, mindjárt megmutatom, mire gondolom. Egyszerű kikeresni és kivágni azt a részt, amit keresem, mint hogy a szavakat keresgélni itt élőben, és nem kivágni. Itt vannak már azok, amik kellenének, ez a medencés ablak, ha még emlékeztek, vagy ha van itt olyan, aki látta a medencés epizódot, azt most tudja, miről beszélek, a többiek meg nem tudják. Na nézzük meg, hogy aha, ez tökre passzol! Ez már pedig tökre passzol. Jó, hát akkor ez lesz. Ez lesz hálószobában az ablak. Hát mondjuk nem egy olyan elegáns, hát de ez elég elegáns. Várjál, nézzük meg, hogy mennyire magas a szín. Aha, egyen lejjebb rakom, hogy kilásson. Hogy azért kilásson. Ennyire magas, vagy ennél alacsonyabb? Jó, ez így. És akkor most jönnek az ajtók. A fürdőhöz én mindenképp szeretnék egy bazi nagy ajtót. Mert érted, a fürdőből a hálószobába való út, az a nap fénypontja legyen már. Ez egy olyan lakás lesz, aminek az lesz a nap fénypontja. Most itt apró problémába ütköztünk. Én szeretném, hogyha üvegajtó nézne, és emellől nem tágítok, szeretném, hogyha üvegajtó nézne a fürdőbe, az álomfürdőbe. Ezt mindenképp szeretném. Viszont nem szeretném azt, hogy mivel ez egy olyan fürdő, ami mindenhonnan elérhető, tehát aki itt van, meg aki az étkezőben van, meg aki itt van a nappaliban, azok számára is, hogy azok belássanak, ezért én szerintem a hálónak lesz egy külön fürdője. És az lesz ez itt középen, és ebből a részből meg lecsípünk egy másik fürdőrészt, ami egy ilyen általános fürdő lesz, tehát ebbe a fürdőbe csak a hálóból lehet majd bemenni. Vagy még jobbat kitaláltam, erről az oldalról csippentünk le. Na ez lesz gyerekek. Az lesz, hogy elmondom mi lesz, egész pontosan az lesz, hogy én ide húzok egy falat. Nem jó, már pedig meg kéne azt oldjuk, hogy a hálószobából üvegajtó nyíljon a fürdőbe. De várjál, mert itt van valami. Lehet, hogy ez egy külön fürdő? Jó, oké, kitaláltam mi lesz. Ezt a szobát, ezt meghosszabbítjuk. Ugye ezek az ablakok, ezekre semmi szükség nincs. Ezt meghosszabbítjuk, és ezt a részt is meghosszabbítjuk. Ezeket odébb rakjuk, és ezt kibővítjük. Vagy mi lenne, ha inkább a kezembe venném a izét, és akkor itt lesz a külön fürdő rész. És ebben az lesz a poén, hogy a külön fürdő, elnézést, a külön fürdő résznek lesz itt egy külső része is jacuzzival. Jó? És akkor ez egy ilyen privát erkély lesz így. Ezt most csak itt megjelölöm, itt majd nyilván lesz valami elkülönítés, egy ilyen, hogy ne lehessen belátni a közös erkélyből. Tehát a nappali per konyhához tartozó erkély rész, vagy terasz részről ne lehessen belátni a privát erkély. Ez lesz itt a lakosztály, ez konkrétan a lakosztályon belüli lakosztály lesz. Tehát ez egy személyes lakosztály. Ilyet, hogy két személyes, de értitek. Azt is megkockáztatnám, hogy legyen itt egy külön medence, csak az a baj, hogy akkor beázna a stúdió, ami amúgy kurva menő néz ki. Na mindegy, jó, gyorsan kapcsoljunk rá, mert tényleg másfél órás volt a múltkori gameplay is. Nyilván én megvágtam, azért volt olyan rövid, relatíve rövid, de hogy ez így nem járja. Jó, egyszerűsítünk. Akkor ez lesz a Grand Bathroom, nem amúgy, hanem a Grand Bath, vagy nem tudom. És itt lesz a külön spéci bath. Ez lesz a folyosó a létrához. De ez a létra nagyon sok helyet foglal ebből az emeletből. Ezt a helyet foglalja, meg ezt a helyet foglalja, amikor helyet kaphatnám úgy itt is, csak gondoltam, hogy így eldugjuk a nyilvánosság elől, hogy maradjon ott. Végül is ez a létra lehetne itt is. Lehetne itt is. És akkor ezt a blokkot itt úgy, ahogy van, ki lehetne szedni a francba. Jó, nem így gondoltam, hanem akkor csinálják a nyilakkal, így. Mondom, így. Nya. És akkor lesz egy nagyon nagy grand bath.
private bath, mondjuk ez is hülyeség, hogy az egész tehát a lakrésznek az olyan 35-40% az fürdő, szóval, de mindegy. Hát ez inkább 40. Amint, hogy ez még nem a végleges, mindjárt bővítjük. No, ez majd itt egy ilyen vészkiárat lesz, hogy ne az legyen, hogy ebből a fürdőből csak úgy lehet elérni a lépcsőházat, hogyha itt kijössz ide, itt kijössz ide, és akkor itt kijössz ide, és érted? Hanem egy ilyen shortcut. Egy ilyen emergency exit. Vagy hogyha nagyon kell fosnod és szaladsz fel a lépcsőn, akkor itt be tudj menni, és ne kelljen itt egy Coopert futnod, és akkor itt áll a tesi tanár, és mér is stopper az időt, hogy mikor értél be a klotyóra. Na, és ezt a hálószobát pedig még bővíteni fogjuk. Egészen. Jó, akkor inkább abból indulunk ki, hogy itt ez szimmetrikus legyen, értitek? Aha, szimmetrikus, király! És az a poén, hogy még ezzel a szemközti része is szimmetrikus, kivéve ezt a lecsapást itt. Ez is lehetne szimmetrikus, de az pedig már a külső dizájnba szólna bele, abban meg nem szeretnék, mert az olyan szép egyenletes. Úgyhogy ez egy ilyen rózsadizájnú szoba. Hát ez ilyen absztrakt szoba. És akkor ezt a falat leszedjük a francba, így. Meg amúgy ezt is most már, mert akkor a privát erkély az sokkal nagyobb lesz, ekkora lesz. Oké, nya. És akkor erre jön a privát erkély ajtó. Hogy az lesz a poén, hogy lesz egy kiárás a fürdőből is az erkélyre, mert hogy lesz egy szabadtéri privát jacuzzi, mert én egy ilyen ember vagyok. És nyilván, mint az ablakok esetében, az ajtók esetében is olyan modellt kell válasszunk, ami nem annyira üveges, hogy be lehessen látni, de azért kellemesen erkély ajtó dizájnú. Lehetne ez a grand entrance ennek a izének, hálószobának. Nem jó, mert ezen a falon lesz a grand entrance. Mi ez az ajtó? Te jó, mi ez az ajtó? Azt a mindenit. Az ajtó elég durva azért. Na, én ezt a stílust választottam ki. Látjátok, hogy ez az ajtó is ilyen ehhez hasonló. Hát nem, ez túl csicsás. Ennél egy ilyen fokkal letisztultabb ajtó kéne. Vagy egész egyszerűen csak megunom az ajtó keresgérést, és fogom ugyanezt az üvegajtót, és ebből fogjuk lerakni a túloldalra is a ízét. Mármint, hogy ez nem lesz ott nyilván. Na, jó, oké, akkor egy kis rendezgetés. Szóval, itt lesz a bejárata a hálónak, és... itt lesz a privát fürdő, be az átjárás, ezt a szobát pedig bővítjük, mert semmi szükség egy ekkora, milyennek a neve, egy ekkora közösségi fürdőre. Igazam van? Viszont a háló az azért legyen jó nagy. És akkor a privát fürdő is tartsa a dimenziókat, vagy a dimenzióit ennek az egésznek. És akkor ez lesz a shortcut, ami légzáras lesz, hogy ne érezzem magam nagyon nyitottan. Hogy itt egy ajtó, és akkor bejössz, hanem lesz szépen két ajtó. Dupla ajtó. És mind a kettő zárva lesz. Na, ilyet se csináltam még Sims-be, hogy ugye az ágyat általában falhoz szoktuk rakni így. És általában úgy, hogy mögötte vagy egy festmény van, vagy egy ablak. De olyat még sosem csináltam, hogy mögötte lesz a fürdő. És az lesz a kilátás. Tehát a maga fürdő lesz az ilyen gyönyörű kilátás. No, és akkor keresek egy olyan ágyat, ami jobban belepasszol ebbe a dizájnba, bár szerintem nem fogunk találni. Igen, itt az a baj, hogy ez ilyen nagyon négyzetes, az ablak is nagyon négyzetes, ez az ajtó pedig ilyen nagyon íves. Jó, ezt még azért átgondolom. Ezt még azért át fogom gondolni. Nézzük, hogy milyen más ágy opciók vannak. Nem sok. Az a baj, hogy nagyon bénák az ágyak. Tehát az összes ágy gagyin néz ki. Ez talán, ez jól néz ki, de ez otszó. Ha otszó ágyat már hagyd ne vegyek már, he. Bár ez még menne is a dizájnhoz. Jó, mindegy, maradunk annál, mi van, kész. Csókolom. Vagy még talán ez. Hát ez is ilyen... ez jobban megy hozzá! Látjátok? Látjátok, miről beszélek? Hogy ez ilyen visszafogottan elegáns ez az ajtó, tehát nem az a csicsás. És négyzetes, csak van itt egy kis ív. Tehát ez ilyen... ez még négyzetesnek mondható nagyjából. És van ez a dupla vezetés, az ajtófélfán. És ugyanez a dupla vezetés visszaköszön itt az ágynemű húzaton. Ellenben ezzel, ami amúgy egy tök átlagos ágy. Úgyhogy ezt eladjuk, ez 8500, ez meg 8000, tehát árban is viszonylag közel van. Jó, hát akkor ez lesz a... akkor megvan a stílusa a fürdő... ennek a hálónak. És ebben meg lecsípünk egy kis részt. Hálóban lecsípünk egy kis részt, de csak vizuális okokból. Tehát ezt vissza fogjuk hozzáadni. Csak hogy egyszerűbb legyen itt a mérés, meg amúgy ezt is bekapcsolom most már. És akkor nézzük, hogy 2, 1, 2, és akkor itt van a közepe, ide jön az ágy, és nyilván jön mellé ablak. Valami olyan ablak kellene, ami passzol dizájnban ahhoz az ajtóhoz. Na, mire én egy ilyen ablakot találok, addigra szerintem lemegy a nap, de már lement, úgyhogy sok időm nincs. Ez talán. Amondó vagyok, hogy nem fogok olyan ablakot találni, ami megfelel az én elvárásaimnak, illetve igényeimnek. Mi ez? Mi az? Mély kaptár?
Ebből tudunk kettőt egymás felé rakni? Persze, hogy tudunk. Ó, ez tök jól néz ki. Na. Jó, hát akkor maradunk, akkor nem lesz ablak. Maradunk a ablakos ajtónál, mint megoldás. Vagy még azt tudom elképzelni. Még azt tudom elképzelni, hogy két ajtót rakunk le. Uh-huh. És akkor mégsem az lesz, ami... Tehát mégis innentől fogjuk a szoba izét, tehát innen csapjuk le a vizuálisan a dolgokat. Közben lesöpröm az egérpadomra a szöszt, vagy nem tudom mi volt. Ilyen morzsát, ami miatt beakadt az egerem. Na, király fasza, most már csúszik minden! Így, és akkor a kettő közé rakjuk az ágyat. De ez nagyon baba. Ez nagyon baba. Csak akkor egy fához kell rakni, és akkor... Jó ez! Amúgy vagyok, hogy jó ez. És akkor lesz itt ilyen, hát ez ilyen romantikus szoba lesz, tehát lesz ilyen két egymásnak fordult fotel félig, ahol lehet majd olvasni, meg ilyenek, úgyhogy, ja. És akkor ablak. Na nézzük, kifér a három, hát persze, hogy kifér. Király. Király. Ez király. És akkor ezt az ív motívumot, amit az ablak az ajtónál megvan, ezt az ív motívumot fogjuk itt valami dekorációval megteremteni ezeknél az ablakoknál így, ami nagyon átívelős történet lesz majd. Nem oké. Nem oké, mert nem fér ki az éjjeli szekrény, ezeket meg nem akarom a fához rakni teljesen. Bár ha egyel kirakom, ide kifér egy éjjeli szekrény, nézzük csak meg. Aha, hát nem. Jó, akkor bővítünk még egy blokknyit a szobán. Meg az egészen igazából. És akkor így fog kiférni az éjjeli szekrény. Így is van. Kicsit szűkítettem itt a dolgokon. Mert túl nagy lett most már így enne a széltében bővült szoba túl nagy lett. Szóval inkább legyen szélesebb, mint izé. De ha már itt vagyunk a... mint hosszú. De ha már itt vagyunk az éjjeli szekrényeknél, akkor úristen mennyi van. Keressünk egy olyat, ami passzol a... Igen, ez a dizájnban ez passzol hozzá hivatalosan. Tehát ez az a dizájn, ami hozzá passzol, de nekem ez annyira nem tetszik. Ez tükrös. Ez az az egy baj van, hogy ez tükrös. Pedig ez amúgy egy tök jó megoldás lehetne. Ráadásul ilyen rézből így. Ez marha jó. Ez tetszik. Azért, mert látjátok, ez az ívhez passzol, ja, jó. Tehát ez ilyen körkocka szoba lesz, tehát lesznek benne élek, és azok nagyon élesek és kontrasztosak lesznek, valamint lesznek benne ívek, amik visszafogottak lesznek, hogy így mondjam, szóval. És egyébként ebből is van arany, ha jól tudom, aha, úristen, ez nagyon csicsás, ez ilyen Trump Tower, nem tetszik. Legyen kék, mondjuk. Majd tapétázunk a végén, lehet. Ez lesz az első szoba, aminek a végén fogunk tapétázni, amit a végén fogunk tapétázni. És én szerintem minden, ami fém, az legyen egy színű. Tehát ilyen rézszínű legyen az összes fém. Ebből milyen színek vannak? Ez már nem jó, ez már túl izé, túl van valamin. Ez is e között mi a különbség? Az, hogy az egyik megy az ajtónkhoz. Jó, akkor legyen ez. És akkor lehet, hogy ilyen, ami fémből van, az legyen már ilyen arra. Hát ez túl a sárga. Túl sárga. Jó, ez így. Jó, ez így, és akkor ami lehet, az legyen ilyen rezes színű, ami nem teljesen arany, de... Izé, érted? Na, a tükörből is például lehetne egy ilyen, ha van álló tükör, bár nem biztos, hogy van. Vagy ebből van-e olyan, ami például réz fogantyús. Igen, ez van. Hát ez nagyjából réz. Ez végül is passzol, és ez ugyanabban a pakban is van. Mindegy, kirakom ide, aztán majd meglátjuk, hogy hasznát vesszük-e. Öltöző, igen, én azt álltam ki... Tudjátok mit? Kitaláltam valamit. Ez egy öltöző lesz. Ezt lecsípjük így. Ez egy öltöző lesz. Tehát egy ilyen wardrobe, vagy hogy mondják ezt, és ez pedig egy ilyen fürdő, ami így annyira nem is nagy, de lesz itt egy ilyen bazi nagy eltolható ajtó. Azt le is rakom, hogy el ne felejtsem, mert a fürdő az egy másik történet lesz, tehát ez egy másik, azt majd a következő, valamelyik következő részben fogjuk megépíteni, de azért ezt a bazi nagy tolós ajtót rá cuppantom, hogy el ne felejtsük, vagy el ne felejtsem. Aha, ez, és e között mi a különbség? Ez alacsonyabb. Jó, na, ez lesz a fürdőnek az ajtaja. Ez így nem jó, mert akkor ide már bazira be lehet majd látni a hálószót. Ez megint nem jó, mert akkor abból a házból, mondjuk, távcsőbe be lehet nézni ezen a ajtón keresztül, meg azon az ajtón keresztül, és akkor pont rálátsz az ágyra. És akkor nézed az ottani eseményeket, az nem vidám. Az nem vidám! Ez a kedvenc ajtóm hivatalosan is, ami lent van a izébe, tudjátok, tök király. Nagyon! Jaj, de király! Még ez lehet, aha, na ez szolid a visszafogottabb. Ezen kevésbé látnak be. Csak ez kevésbé menő is egyben. Hogy ilyen szürkét mondjuk, és akkor... Aha, nem, ezen nem látnak be, ez fasza. Márpedig ez lesz. Jó, na, oké. Hát meg kevésbé elegáns is, de... Itt vannak egész elegáns tolóajtók. Csak ezek már ilyen nagyon japánok. Az még kevésbé japán. Na jó, hát akkor marad így. Kialakul ez a háló, én Anondó vagyok.
Lehetne lerakni oszlopokat például a hálóba, mint dekoráció. Mi pedig azokat az oszlopokat, amit egy párhuzamos gameplaybe raktunk már le egyszer. Azok hol is vannak? Ez az. Aha, na ez nagyon illik ez a dizájnhoz. Mert ez úgy íves, hogy közben szögletes, tehát ez tökéletesen ide passzol. És akkor lesz itt egy oszlopcsarnok. A hálóban lesz egy oszlopcsarnok. Lehet nem olyan nagy ez a hálószoba, na bocs, közben egy mikrofont igazítom. Szóval nem olyan nagy ez a hálószoba, hogy oszlopcsarnokot rakjunk bele. Én mondtam, hogy kétszer, hogy bele. Lehet azért, mert kezdek fáradni. Hát elhagyott az ihlet. Kezd elhagyni az ihlet ezzel a hálószobával kapcsolatban. Úgyhogy rakjunk egy parkettát, meg egy izét, egy falat. Hát ha attól megjön. Eddig ezzel a hálószobával vagyok a legkevésbé kibékülve. Irtózatosan lassan haladunk vele. És egyáltalán nem tetszik. Főleg azért, mert se nem modern, se nem antik. És ilyen, inkább ilyen wannabe elegáns, tehát... Ez a jó, ez a megoldás, ez fasza lett, de miből legyen a fal vajon? Konténerből, legyen konténerből. Á, ne legyen konténer. Ez rossz ötlet volt. Rossz ötlet volt, ne legyen konténerből. Ez tetszik a legjobban, ez lesz. És akkor még egy színt válasszunk, most már minta megvan, egy színt. Ugye a zöld a hálószoba színe, de bocsánat, a kék. A kék a hálószoba színe. Mert a kékben lehet jól aludni, de... Nem, ez nem jó, valami abszolút visszafogott. Hát sajnos gagyik a színek ebből, úgyhogy ezt a mintát hanyagolnunk kell, meg gagyik a színek belőle. Ó! Na, csak nem megtaláltam azt, amelyik... Hát akkor az lesz, gyerekek, hogy az összes mindenből az fog ehhez a szobához passzolni, ami ebben a packben volt. Mert ez a pack, ez ilyen faszán meg lett csinálva. Hogy minden csak ahhoz megy, ami önmaga. Tehát a saját packjéhez menő dolgok. Tudom, ez két külön pack, de értitek, tehát ez ugyanaz a koncepció, tehát hogy ilyen elegáns dolgok legyenek. És akkor ilyen, vagy ilyen fekete lesz, vagy ilyen fekete. Íh, ez nagyon túl van tovább, így lesz fekete. Szimpla fekete. Azt lehetne, azt lehetne, hogy bizonyos falak aranyozottak lesznek. Hát mondjuk pont nem. Vagy pont ez, legyen pont ez. Íh, ez nagyon, nem jó. Hát, nem jó, maradunk sima fekete falnál. És akkor még a parkettát, mert ez nagyon túl van tol ez a parkett, Jézusom. Tehát egy keresztben, egy négyzetben, egy háromszögben, egy kör. Ez egy kicsit túl van tolva én szerintem. Keresünk valami visszafogottabb parkettát. Ha, na, valami ilyesmi kéne. Az se lesz, annak se lesz jó vége, hogy gyerekek, hogyha minden fekete lesz. Tehát az sem a legvidámabb végkifejlet. Pedig az lesz. Az lesz. Ez egy gyászhálószoba lesz. Na, gyorsan rakjunk, vágjuk be valami szőnyeget, ne elegem van ebből a gyászból. Meg majd a növények föl fogják dobni, nem kell aggódni. Ez nem is olyan rossz. Elsőre úgy voltam vele, hogy... De... Egy picit gondolkoztam rajta. És egyáltalán nem biztos, hogy fogunk ennél jobb megoldást találni. Tehát ilyen izé, tehát jó napot kívánok ez a... Izé, mi az? Tehát ez lenne a jobb, de ez tényleg nagyon átlagos. Ez már ennyire azért nem ragaszkodunk ehhez a packhez, úgyhogy maradunk a ennél. Ez nagyon tetszett, ez megtetszett. És akkor nézzük meg, milyen színekben vannak, aha. Hát az alapszínben a legjobb. Igazán van, aha. Így, és akkor az ágy végében lesz egy comfort cucc. Valami ilyesmi. Ez menne hozzá a dizájnban, de én nekem ez jobban tetszik. Kár, hogy csak ilyen béna színekben van. És még ezen is elgondolkoznék. Ja, ez jobb. Ez már pedig jobb. Így, és akkor még egy kicsit színezünk rajta. Hát jó, ez az alapszín. Így, és akkor rá lehet ülni. Aki nagyon akar, ráülhet. De nem muszáj amúgy. Nem kötelező. És akkor jön a két fotel, az is így nagyjából passzoljon stílusba ez a környezethez. Ezen gondolkozom, vagy azon, ami zöld? Tehát ezen. Vagy ezen. Gondolkozom. Igazából mindkettőn gondolkozom, de értitek. Ez lesz, és akkor ebből is választunk egy olyan színt, ami passzol a dizájnba. Hát fekete. Gyönyörű szín a fekete. Így rakok egyet, és így rakok még egyet, és mögöttük lesz egy könyves polc sor. Tehát ez itt egy könyv, végig könyvek lesznek. Hát nem végig, mert ott a izé miatt nem lehet végig. Hogy legyen inkább itt a könyves... Nézzük meg, milyen könyves polc opciók vannak. Azt mondja, hogy azt mondja, a surfaces nail lesz. Ja, nem, a storage-nál, bocsánat, storage. Itt vannak. Ami olyan kéne, amilyen iszonyatosan nagy. Tehát ilyen bazi nagy, és még annál is nagyobb.
Ugyanakkor monoton. Hát nincs. Nincs. Ilyen, amit mondtam, ilyen nincs. Ilyen nem létezik. Ez van, de ez nem... Tom? Nem tudom. Lehet róla szó. Hát akkor már inkább az, ami a kezemben van, nem? Vagy... De inkább ez. De ebből meg nincs olyan szín, ami kell nekem. Nem tetszik ez, gyerekek, nem tetszik. Én amondó vagyok, hogy nem tetszik ez az egész koncepció, amit mi itt művelünk. Illetve én művelek. Egyáltalán nem tetszik. Úgyhogy én szerintem ezt most itt rövidre fogom zárni. Mert inkább zárjuk rövidre, mint hogy hülyüljek még, és utána az egészet egy másik gameplaybe átépítsem úgy, ahogy van. Kicsit elhagyott az inspiráció ezzel a hálószobával kapcsolatban. Nem mondom azt, hogy nem ezt kellett volna elkezdeni, de... Ja, lehet, hogy nem ezt kellett volna elkezdeni. Túl nagy feladat, úgy érzem, egyelőre. Tehát az inspiráció egy kicsit elhagyott ezzel a koncepcióval kapcsolatban, az is lehet, hogy újra fogjuk dolgozni, de nem baj, mert próbálgattunk, és próbálgatás az mindig is jó volt, ugye. Nem? Vagy nem? Ezt tetszik ez a parketta. Úgyhogy legközelebb ebből a parkettában indulunk ki. Én szerintem ez most megtetszett. Csak ez adja az alapját. Ugye mindig kell valami, ami megadja az ihletet az egész szobához. És úgy néz ki, hogy ez most már a legelején valószínűleg kisiklott. Viszont ezek az... Ezt biztos meghagyjuk, ezt az ablakos koncepciót, ezt az ablakajtós koncepciót, mert szerintem marha jó. Na! Úgyhogy, ha tetszett, akkor lájkot, ha nem, akkor iratkozz fel. Én Benji voltam, hamarosan találkozunk, sziasztok!